40 háborús konfliktussal érintett övezetből érkezett ukrán gyermek látogatott a parlamentbe. A gyerekek egy része egy nyári táborozás kapcsán már eltöltött néhány napot Magyarországon. A most érkezett iskolásokat Soltész Miklós, az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntötte. Nagy volt az öröm és az érdeklődés a gyerekek arcán, miközben az országház folyosóit járták. Az iskolások megnézhették a felsőházi üléstermet, a Szent Koronát és a díszlépcsőt is. Minden tetszett, amit eddig láttunk. Ugyanolyan szép minden, mint ez a terem, ahol most is vagyunk. A kirándulás megszervezése nem volt egyszerű. A gyerekek 8-9 településről utaztak ide, a legtöbben Kijevből, de volt, aki Munkácsról vagy Ungváról érkezett. Ukrajnába a határon túli régiónak az újjászületése alapítvány segített a gyerekeket megszervezni. És én úgy érzem, hogy ennek célja van, hogy a gyerekek lássanak, hogy a keresztény országban más keresztény országban hogy készülődnek a karácsonyra, egy békés területen hogy készülődnek a karácsonyra. Fontos, hogy ezek a gyerekek, akik elvesztették az édesapjukat a háborúban, részesüljenek új élményekben, és egy rövid időre távol legyenek az otthoni közektől, hangsúlyozta Soltész Miklós. Fontos, hogy azokkal az országokkal is jóban legyünk, ahol sok-sok magyar él, így a kárpátai magyaroknak. Ez részben azért segítség is abban a tekintetben, hogy az ukrán emberek, az ukrán nemzet az máshogy fog nézni, mint Magyarországra, mint pedig az ott élő magyarokra. A parlamenti látogatás után a gyerekek megismerkednek majd több budapesti nevezetességgel. A kirándulás pedig két nap múlva, december 23-án ér véget.